A Jereváni rádió jelenti, de ezúttal igaz is. Örményországban lett második és jutott tovább selejtező tornán az EB elitkörbe az U19-es magyar labdarúgó válogatott az olaszok mögött. Vendégeim mindhárom meccsen végigszerepeltek a csapatban, az MTK kapus Demjén Patrik és a Vasasban focizó Kleisz Márk. Most a sikerről. Sziasztok, jó reggelt kívánok, gratulálunk hozzá. Jó reggelt. Titkon, nem titkon számítottatok erre a továbbjutásra? Reménykedtünk benne. Amikor elindultatok előtte. Igen. Igen. Utána szerintem megvolt a csapatban az a képesség és tudás, hogy meg tudjuk csinálni, és meg is csináltuk. Behúztátok, igen. Minek tulajdonítjátok azt, hogy sikerült végül is? Hogy nem csak reménykedés maradt a remény? Hát én mindenféleképpen azt emelném ki, hogy teljesen egy csapatként működtünk, és mindenki tudta, hogy mi a feladata a pályán, és milyen célért küzdünk. Ez volt a legfontosabb. És úgy gondolom, hogy mindenki a lehető legtöbbet próbálta kihozni magából a pályán, és az meg is látszott. Na most az, hogy viszonylag sok felkészülési meccset játszottatok Jereván előtt, ennek mekkora jelentősége volt a később? Szerintem éve volt szerepe, mert a csapat össze tudott érni, tudtunk egymásért küzdeni, és talán még meg is tudtuk próbálni azokat a lehetőségeket, amiket gyakoroltunk edzéseken, illetve meccseken is meg tudtunk csinálni. Patrik, te már a nyárvégi első meccsen ott voltál a kapuba. Az, hogy a te helyed biztos volt, vagy azt érezheted, hogy biztos a helyed, az annak mekkora a jelentősége? Most ugye a kapus lélektanról beszélünk kicsit. Igen, hát szerintem nem volt meg azért akkora helyem a csapatban, ugye mindig meg kell küzdeni értem, és ugye új edzőt, kaptunk egy új edzőt, Mihály Boris személyében. Igen. Akinek ugye be kell bizonyítani, hogy ki mit tud. És hát nincs. Elégedett volt veled, úgy tűnik, mit mondott? Hát gratulált ugye az első meccs is, az egész tornán való teljesítményemért gratulált egész csapatnak, nem csak nekem, mert nagy dolgot vittünk véghez úgymond, mert nem volt egyszerű a csoportunk. Igen, mindjárt beszélünk a csoportról, már még azt nézzük meg, hogy miben volt más Boris mesterrel a munka, mint korábban, szóval milyen változásokat észleltetek a felkészülésnél a német vonal érkezésével? Nekem annyiból nehezebb a dolgom, hogy nekem az volt az első válogatottságom, mint Mihálynak pont. Egy napon kezdtünk, úgymond. És én úgy veszem észre, hogy mindenből a legtöbbet akarja kihozni, és semmit se hibának fog föl, hanem mindent úgymond, hogy ezt lehetne jobban is csinálni. És amint csinálunk valamit, ami nem annyira jó, akkor egyből azt mondja, hogy ezt csináld egy kicsit másként, elmondja, hogy hogyan, és ez nagyon nagy segítség. Na most te csereként kezdted a felkészülési meccseket először. Mikortól érezted, hogy igazán számítanak rád, és biztos helyed lesz a csapatban? Úgy gondolom, hogy a szerbiai tornán, ott, amikor kimentünk, ott már kezdőként léptem pályára a második meccsen, és utána éreztem egy kicsit biztosabb. Na most mind a ketten kiemeltétek idáig, hogy ebben a sikerben az, hogy ez egy összeszokott, jó közösség, ennek döntő jelentősége van, de hogyha ennek a csapatnak a stílusát szeretnénk leírni, akkor mit emelnétek ki? Milyen ez a válogatott? Szerintem milyen futballt játszik? Szerintem a fejlődő képességünk volt nagy, hiszen volt régen, amikor inkább a kontrákra játszottunk, tehát az ellentámadásokra. Most viszont sikerült egy olyan játékot kialakítanunk, egy ilyen rövid passzos játékot, ami nekünk nagyon illik is, mert itt a meccseken is be tudtuk bizonyítani, hogy nekünk ez a stílus illik, és szerintem ebbe tudtunk fejlődni, illetve ez a kis passzos játék, ez pont úgy illett hozzánk, és pont úgy tudtuk megcsinálni, hogy sikeresek legyünk belőle. Ha ezt a válogatottat a legjobb formájában hosszú ideig nézzük, hogy milyen ez a játék, ez a rövid passzos foci, akkor ez nagyon fog hasonlítani, emlékeztetni fog arra, amit Bernd Storck a legjobb pillanataiban játszott a felnőtt csapattal? Szerintem mindenféleképpen igen, mivel próbáljuk az utánpótlást is arra építeni, mint amit a felnőtt csapat játszik, és Bernd Storck is közre játszik, szóval folyton kinéz az edzésekre, meg tanácsokat ad, meg elmondja, hogy mit hogyan kéne. Na most akkor nézzük meg egy kicsit ennek a tornának a részleteit. Akár elsők is lehettek volna. Ugye gól nélküli állásnál az olaszok ellen volt egy hibázott 11-es. Igazából az olaszoknak szerencséjük is volt ellenetek, vagy azt mondjuk, hogy azért az egy jobb csapat? Hát mondhatjuk, hogy volt szerencséjük is, viszont mondhatjuk azt, hogy nem. Mert az első fél időben szerintem sokkal jobban tudtunk játszani, vagy ők voltak kicsit lenézőek felénk, hogy úgy mondjam, hogy ők azok olaszok. Azok voltak egy kicsit? Szerintem annak tűntek, a játékos kijelöltek is próbálták azt sugallni,
kik hogy ők a jobbak. Aha. Uh-huh. Tehát, mint hogyha nem ismernének minket, és hát ők nem is tudták, hogy milyen játékot játszunk, és szerintem kicsit meglepetést is okoztunk nekik, hogy első fél időben milyen teljesítményt tudtunk nyújtani. Hát akkor az első fél az elégtétel is volt, nem? Igen. Szerencsére ők se rúgták be a büntetőjüket a fél idő végén, de most hát úgy mondta, hogy nálunk volt a lélektani előny, de ezt nem tudtuk sajnos kihasználni, és a második fél időben kikaptunk. Na most Svájc ügyben viszont most már ti azt tudjátok mondani a nagy válogatottnál is, hogy urak, nekünk összejött, igaz? Ennek mi volt a ne, mert ugye itt mindenképpen győzni kellett. Mi döntött ezen a mérkőzésen a javatokra? Szerintem valamilyen szinten az egyéniség. Ki kellene az egyéniség? A csapattársunkat, aki két gólt rúgott. Nem is kis gól volt az első, de itt is megmutatkozott, hogy csapatban nagyon jók voltunk. Szóval tényleg az utolsó percig hajtottunk, nem estünk össze, amikor gólt kaptunk, hanem ugyanúgy mentünk tovább. Ez a továbbjutás, ez mit jelent ennek a csapatnak? Ha ezt és az itt szerzett tapasztalatokat nézzük, akkor mire lehet képes az elit körben, mit gondoltok? Szerintem sorsolástól, csapat, szóval mind egyáltalán megnézve a jelenlegi élmezőnyt. Szerintem lehet esélyünk, hiszen bebizonyítottuk, hogy Olaszország és Svájcán is képesek vagyunk továbbjutni. Hát ugye ez a sorsolástól is függ, hogy mondtad, de bizakodóak vagyunk, hogy kapunk egy olyan sorsolást, vagy sorsolástól függetlenül is mondhatjuk, hogy meg fogjuk tudni csinálni, és nem meg kell csinálnunk, hanem képesek lehetünk rá. Ugye bebizonyítottuk most is. Nektek az saját egyéni karrieretekben mekkora jelentősége lesz annak, hogy ez a korosztályos válogatott meddig juthat el? Jelentősége szerintem biztos, hogy van, mert hogyha valaki U19-es válogatott alulja egy EB és rejtezőn meg EB-n elitkörön részt tud venni, akkor az mindenféleképpen egy nagy dolog, én úgy gondolom, főleg ebben az országban, ahol rengeteg olyan képességű játékos van, aki oda tudna kerülni, és nagyon nagy a versenyhelyzet. Szóval úgy gondolom, hogy ennek nagy szerepe van. Uh-huh. Ezt ti egyébként személyesen hogyan képzelitek el? Ugye Patrik, téged már korábban szóba hoztak a Liverpool-al is. Előbb-utóbb, és ez az előbb, az utóbb, ez mikor van? Hova szeretnél eljutni, és hol szeretnél tartani 3-4 év múlva? Hát nyilván, hogy top csapatban, top klubban. Ott szeretném elképzelni a jövőmet. Ugye hát változik folyamatosan, hogy ki, hogy merre megy. Szerintem lehet esélyem egy nagyobb csapatba is bekerülni, de hát ugye ez függ sok mindentől. Ugye szerencsés benne közel játszik, ugye hát a edzéseken való mutatott teljesítmény, meccs teljesítmény, ugye szerintem befolyásolja majd ez a U19-es elitkör. Szóval ennek is lesz jelentőség. Valószínűleg lesz, ugye játékos megfigyelőktől esetleg. Ott lesznek, hemzsegni fognak, nyilván. Igen. Na most, Márk, azt nézzük meg, ugye te az idén már több meccset játszottál az Éllovas Vasasban. Milyen lehet a folytatás? Jöhet a Fradi verés? Én teljesen bízom benne. Úgy készülünk, hogy most ezt a Fradit el lehet kapni ismételten, és nagyon bízom benne, hogy ez sokáig ki fog tartani ez a széria, és most tényleg futunk egy nagyon jó szezont a Vasassal. Teljesen meg hozzá a játékos keret is, a körülmények is. Most úgy érzem, hogy viszonylag minden rendben van ott. A te pályafutásodban mennyit segített a több éves futszal? Nagy Ádámmal annyit beszélünk róla. Igen, nekem segített szerintem, mert gondolkodásba gyorsít szerintem a futszal rengeteget, segít gyorsabban átlátni a kisjátékos helyzeteket, meg hát nyilván egy örömfoci is a futszal, szóval ez egy plusz motiváció, hogy nem csak nagy pályán focizok, hanem futszalozok is terembe, és hát futszaloztam. Most már múlt időben, igen. Igen, és ez sokat segített, hogy eljutassak. No, hát várjuk a sorsolást, és akkor nektek hát eredményes következő kört, és továbbjutást ott is. Azután majd folytassuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.